Sziasztok! Üdvözlök mindenkit az első látásra című sorozatunkban. A mai nap egy elég érdekes mapot fogunk megnézni, mégpedig az RDC FS19 mapot. Ez egy modhubos map, tehát bárki le tudja tölteni a belső modok közül, de le fogom rakni a leírásba a letöltési linket, úgyhogy onnan is le lehet majd tölteni. Alberto csinálta ezt a mapot, egy 264 megás mapról van szó, elérhető ugye PC-n, PS4-en meg Xboxon is, tehát konzolon is lehet vele játszani. Egy elég érdekes map, és eléggé népszerű, 4616-an szavaztak rá egyelőre eddig, de a legnagyobb érdekesség benne az, hogy ez kifejezetten egy téli map. Tehát olyan szinten át van alakítva rajta minden, hogy ugye a textúráktól kezdve egyéb dolgokon át, és nem Seasons kompatibilis, tehát nem kell hozzá a Seasons, anélkül tudja ezt a téli dolgot. És nagyon sok apróság van, ami, hát hogy is mondjam, különlegesé teszi ugye a mapot, kezdve attól ugye, hogy téli, tehát mindenhol hó van, mindent hozzá kellett igazítani, tehát a PDA-tól kezdve ugye a különböző dolgokat, és például a napállását is ugye csökkentették, ne legyen olyan magasan, mint általában ugye télen van. Az állatoknak is különleges kaja kell, tehát nem úgy van, mint a sima farmingnál, meg nagyon-nagyon sok minden, tehát van benne külön ilyen, hát nem is tudom, hogy mondjuk végül is ilyen só, kősó, vagy nem tudom mire való, megnézzük majd ezt is, meg ugye hát van a hóeséstől kezdve mindenféle dolog, viszont elméletileg nem okoz problémát, tehát nem úgy van, mint a Seasonsnél, hogy a havat túrni kell, vagy lapátolni, vagy bármi ilyesmi, hanem csak esik a hó, és akkor kész. Havas textúrában is elvileg kettő fajta van, van egy, ami ugye, tehát sima hó, és akkor van, ahol pedig ilyen, tehát hófedi, hóborítja a füvet, úgyhogy hát nagyjából így ennyi infó van. Egyébként elég hosszú leírás van róla a modhubon, de nézzük akkor, hogy hogy is néz ki ez a map első ránézésre. Na, tehát akkor ugye szokásosan 100 000 euróval kezdünk. Egyből itt kezdünk a Lyon tábla alatt, tehát innen jövünk az alagútból, és akkor van is egy pick-upunk. Maga a térkép az teljes méretű, tehát nem egy kis része van beépítve, hanem az egész rendesen meg van csinálva. Maguk a földek azok nem túl nagyok, és igazság szerint nincs is több, talán mennyi, 18-at látok, mintha. Tehát összviszennyi földünk van, ahol tudunk ugye gazdálkodni. Alapvetően plusz növények vannak benne, például a ráj, ugye, a tef és a lucerna, ami hát gondolom, hogy az állatoknak lesz mindenféleképpen kaja belőle. Úgyhogy silónk az van, tehát el tudjuk tárolni a burgonyát, cukorrépát, nagyon jó, cukornádot is. És akkor ugye, hogyha itt tovább megyünk, akkor hát itt vannak ezek azok a dolgok, ugye, hogy ezek ilyen téli növények, akkor a lucerna meg a többi. És hát itt is vannak még ilyen kaja ikonok, mondjuk ennek tárolási lehetősége nincsen, ezt nem tudom, hogy megnézzük, hogy állunk. Állatunk nincsen, jó, küldetések azok vannak, egy kevés, jó, semmi probléma. Na, tehát így néz ki a térkép, és az rögtön látszik, hogy van egy csomó állatkereskedő, tehát szépen vannak itt pakolva az állatkereskedők, mint állat. Úgyhogy, na, de induljunk el a tanya fele, vagy hát nézzük meg, hogy ugye a földek ugyanúgy megvásárolhatók, és hát elég szép áruk van, mert azért ilyen pár százezer euróért mennek. Na, nézzük akkor, hogy forgalom az ugyancsak van. És tényleg mindent hóborít, tehát ugye teljesen fehér minden. Ugye van, ahol csak hófehér, és akkor vannak, ahol ugye ilyen füves, bokros részek vannak, azt is hóborítja. Na, menjünk itt lefele, jobbra. Megnézzük, hogy merre található. Például itt jobbra lent már is van egy állatkereskedő. Én nem tudom, miért raktak ennyi állatkereskedőt erre a mapra. Biztos van valami oka. De, na, például
Ja igen, itt ott egy ilyen nagyobb csirkeúl, vagy csirketelep. És akkor valahol itt hátul, mondom, ha ide tolatunk, akkor itt meg lehet venni az állatokat. Aha, itt is van. És akkor kiválaszthatjuk, hogy hova kérjük őket. Na, hát akkor ez az egyik a sok közül, ahol tudunk állatokat vásárolni. Valahol. De szerintem a sima ólaknál is meg lehet venni, úgyhogy nem biztos, hogy el kell ide jönnünk. Tehát ezt így most első ránézésre nem mondom, hogy látom sok értelmét ennyi fajta állatkereskedőnek, de biztos van, úgyhogy majd meglátjuk. Na, itt jobbra viszont van valami gyárszerűség, meg balra is, vagyis hát eladó pont, ugye, mert először menjünk balra. Ugye hát a sárgák azok általában átvevő helyek, tehát ott lehet eladni a terményt, vagy terméket. Hát semmi extra, ide beállunk, és akkor mehet az eladás. Egyébként ez a Forage SL, alattunk meg a cukorgyár van, tehát valószínűleg ott azért a cukorrépát, cukornádot fogják átvenni, tehát semmi különös, csak sima vásár, vagyis eladó hely eladási ponttal, úgyhogy érdekes, meg a sziklák is ilyen havasak. Na, itt van egy mérleg, ami működik is elvileg. És akkor itt hátul kell eladnunk a cukornádat, cukorrépát, meg gondolom a hasonló dolgokat. Aha, így is van. Jó. Hát ezek egyébként semmi extrát nem tartalmaznak, ugye itt el tudjuk adni, amit kell, aztán csókolom. Érdekesebb dolog lesz majd a tanya meg az állatok, mert ugye hát elméletileg kicsit máshogy van itt az etetésük, az lesz, ami igazán érdekes lesz. Na, viszont van ilyen lassító, gondolom ezen jó nagyot lehet ugratni, ha valaki beleszáguldozik nagy sebességgel. Még az izék is ugrattak egy kicsit a forgalom. Na, menjünk tovább. Itt egész szépen ilyen sziklás részen vagyunk. Egyébként ugye azt külön kiemelték, hogy a napnak a, tehát ugye ott van fönt a nap, és kicsit nézzük meg, hogy mennyi az a magasság, ameddig fölmegy, mert elvileg csökkentették. Ja. Hát elméletileg lassan most kellene a maximumon lennie, tehát annál följebb akkor nem fog menni. Ez nem tudom egyébként az eredetihez képest, az meddig megy föl, de hát jó, tél van. Alacsonyabban delel a nap, ennyi kész. Na hát itt a patak, az be van fagyva, mint az állat, úgyhogy csak egy hótakaró van rajta, de ezt én meg akarom nézni, mert kíváncsi vagyok, hogy ez ettől függetlenül víz, vagy nem, ez full jég. Tehát itt akkor lehet össze-vissza driftelni. Az csak árnyék, ugye nem víz. Ja, jó. A hegynek az árnyéka. Na, tehát aki akar driftelni, az itt tud rendesen a tavon, úgyhogy be van fagyva a víz, mint állat. És akkor innen ki is tudunk kényelmesen, hát igen, majdnem kényelmesen jönni. Nagyon jó. Na, itt jobbra van egy föld, ami hát szépen fákkal van körülvéve. És ez mi akar lenni? 12-es. 74 ezer. Vegyük meg, nézzük meg. Semmit nem ír. Lehet, hogy nem is termőföld. Hát nem igazán. Nézzük végig a boltot, hogy miket lehet vásárolni, mert lehet, hogy van valami extra. Tehát például állatólaknál. Aha, tehát vannak külön RDC-s modok, és akkor itt le is van ugye, tehát a sima birka legelőnél, hát végülis ugyanazt, tehát ugyanazt a kaját kérik, ugye lehet fix tápot adni nekik, vagy ugye bekeverni a sajátot. A disznóknál nem nagyon változott semmi, tehát az ugyanaz, ami van. Viszont ugye a birkáknál, hát
lehet neki tápot, vagy ilyen lucernát szerintem, a teheneknél is ugye. Vannak lovak is, csirke, ól, van aviári. Az is csirke, csak az ilyen, ez a nyári, ez a téli szerintem. Az egyébnél van víztartály, kapu, na és vannak ilyen paradicsom, zöldséges, cauliflower, karfia, grapevine. Tehát ugyanúgy lehet ide hozni vizet meg trágyát, és akkor lehet ugye ebből pénzt, elég szép pénzt, mert 1000 eurót ad óránként, tehát az elég komoly lóvé. Ez meg ezer, sőt, hát itt ugye a kicsik azok, ez ilyen paradicsomos ágyás egyébként, ugye, picike, és ezek csak 300 eurót hoznak, viszont van ilyen nagyobb, az 1500 eurót hoz óránként, ez ugye ilyen, ez már teljesen föld, tehát ez egy ilyen nagy paradicsomföld például, meg ilyesmi, úgyhogy ezek többet hoznak, 1500 meg 1000 eurót. Síloknál is modolt van, tehát van itt külön a kajának, akkor itt van külön síló a burgonyának, cukorrépának, meg cukornádnak is, van a vetőmagnak, műtrágyának, a lime-nak is van ugye, mésznek, van külön tartálya a folyékony műtrágyának, meg a gyomírtónak, tehát ezeket szépen be lehet tárolni, és akkor van üzemanyagtartály, szénapadlás is, tehát ezt szépen külön mind lemodellezték. Meg vannak ilyen bunkersílók, amiben hát szerintem mindenféle növényt lehet, például ugye itt lehet füvet, meg szecskát, és akkor ugye lesz belőle szilázs. Van, hát ez ilyen iszap, vagy fermentált tároló, nem ez az iszap. Úgyhogy ezt is lehet tárolni, egyébként ezek tök jó modok, mert így akkor mindent el lehet tárolni, ugye? Nem kell külön szenvedni velük. Na, a dekorációnál, hát vannak falak, meg kerítés, oké, az nem érdekel minket. Fészernél van járműfészer, meg ilyen kisebb bunker, tehát be tudunk állni a járműekkel, sőt van ilyen... Például van ilyen hát konténer, amiben elméletileg a saltstone-t tudjuk tárolni. De mondjuk ez nem tudom, ez érdekes. Farmháznál meg saját speciális házunk van. Erre voltam még kíváncsi, hogy itt a zsákoknál, aha, itt van. Na, tehát ugye lehet külön, tehát van az alap kaja, ami ugye az alapjátékban van, és lehet venni külön ilyen, tehát ezekkel az ikonokkal rendelkező disznó, vagyis disznópont nincsen. Igen, azon nem változtattak. Tehát akkor lehet tehénkaját, birkakaját, csirkét, lovat, meg hát ez a kősó, vagy nem tudom, ez egyébként nem tudom, miért adunk sót az állatoknak, de biztos. Majd megnézzük azt is. Többinél semmi. Jó. Na, ez még mindig nem tudom, hogy milyen föld, úgyhogy egyelőre nincs róla információm, nem ír semmit, mindegy, visszaadjuk. És akkor most már lassacskán menjünk fel a tanya fele, mert ott biztos, hogy sokkal több infó van, vagyis hát érdekesebb dolog, mint ugye itt a földeken. Szerintem simán ugye vetni, szántani, aratni, mindenféle dolgot kell csinálni, aztán annyi. Itt érdekesebb az állatoknak a tartása, ugye, hogy ellássuk őket, mert hát a téli, tehát a tél miatt ugye ezek a lucerna, meg ezek az új dolgok, hogy működnek ez a show is, nem tudom pontosan. Na, itt ugyancsak egy eladópont lesz. Hát itt ugyancsak semmi, szépen bejövünk ide, itt eladjuk, amit akarunk, aztán csókolom, viszlát. Na, és akkor most már menjünk fölfele a tanya fele, mert az az, ami igazán érdekes. Ugye ott van elvileg egy helyen az összes állat ól, tehát tudunk ugye lovakat, birkákat, disznókat, teheneket, csirkéket tartani, és azoknak az ellátása. Na, itt is van egy ilyen kis hoppá, az a tábla az repült, se baj, majd levonják a
béremből. Na, és akkor egyébként nagyon szépen néz ki, tehát tényleg egy ilyen, tényleg ha például tél van, mint most, egy ilyen jó kis havas napon milyen jó játszani, teljesen autentikus, ugye, hangulatot teremt. Sőt, elméletileg még azt is írták, hogy ha nagyon olyanunk van, és az éjszakai égboltra feltekintünk, lehet, hogy még a Mikulást is látjuk a szárnyán közlekedni. Ez nem tudom, hogy mennyire igaz, de meg lehet nézni majd. Na, viszont ez érdekes, a tízes föld, ez mintha valami erdőség lenne, tehát itt tele van erdővel, ezen nem tudom, hogy hogy lehet gazdálkodni, mert először is a fákat el kellene tüntetni. Szóval ez nem túlságosan farmer barát a tízes föld, de lehet, hogy ez direkt van így csinálva, hogy meg kelljen szenvedni a terményért. Na, egy nagyobb ugratás, mehet? Aha, hát egy kicsit a első lökárított összetörtük, se baj. És a 9-es föld is így néz ki, tehát itt is fák vannak, mint állat, úgyhogy elég érdekes. Viszont itt balra már a tanyafele van az út, és egyből itt van egy 4-es föld, ami ugyancsak hát eléggé kopárnak tűnik, hogy úgy mondjuk, szépen kerítéssel körbevéve. Na, erre viszont már valamit ír. De ott vannak a varjak. Csipegetnek. Na, szóval ide már zabot ír, és ez már rendesen művelt földnek tűnik. Ugye a 4-es. A 12-es az egyébként nem tudom, valami Lucernak a szálló lehet, vagy nem tudom. Nem írt semmit. Na, és itt rendesen meg is van, hogy meg van trágyázva. Úgyhogy nagyon frankó. Nem, egyszerűen 12-es semmit nem ír. De a 9-es, 10-esre sem, tehát lehet, hogy az sem termőföld, hanem az is ilyen mezőgazdasági, tehát erdőgazdasági terület. Valószínűleg tartom, hogy ott akkor csak favágással lehet foglalkozni. Viszont akkor ugye a megművelendő területeknek a száma egyre jobban csökken, tehát nagyon kevés helyen lehet csak földműveléssel foglalkozni. Na, nézzük akkor itt mi a helyzet. Ez itt a főkapu. Szépen kinyílik. Na, és egyből itt jobbra már itt van a lovarda, úgymond, tehát a lovakat, azokat itt jobb oldalon lehet megvásárolni, megtartani. És ez is egy érdekes dolog, hogy a legtöbb ilyen triggerpontnál van valamilyen jelölés. Tehát mint itt is, ugye, hogy a víz, valószínűleg ugye, hogy oda kell vagy betölteni, vagy onnan lehet kivenni. És ezáltal így ugye egyszerűbb a dolog. Na például, tehát ezek itt nem lámpák, hanem itt van ilyen kis etetőtál, és akkor ide kell a, hát, egészen pontosan a sót. A sót berakni, nem tudom, hogy miért jó az állatoknak a só. Nem tudom, lehet, hogy télen kell nekik, amiatt van külön speciálisan, a fene tudja. Na, és akkor a lovakkal itt lehet majd, ugye kell nekik víz, meg kaja. Ez mit csinál? Kapu bezárása. Nem, mintha nagyon működne. No, se baj. Na, úgyhogy ez pedig itt. Ez mi? Most ez vagy víztartály akar lenni, vagy a lovaknak is van lótrágya, vagy. Pedig hát úgy néz ki, hogy van. Elég érdekes. No, jó. Tehát akkor így néz ki a lovas rész. Elvileg itt tudunk venni lovakat, legalábbis ennél a kapunál tudjuk itt kinyitni és elvileg vásárolni. Itt is van sokféle lipicai, meg mit tudom én. Úgyhogy aki akar, az itt tud venni lovakat. Itt mit lehet? Itt lehet őket megsimogatni, vagy nem tudom. Az is trigger pont, lehet, hogy oda valamit be lehet nekik borítani. Na és sok helyen ilyen tároló van, tehát ez most itt vagy a bunkersíló,
vagy a gépeket ide be lehet hozni. De nem, ez nem bunker sírónak tűnik, tehát ez csak ilyen sima fészer, akkor parkoló. Úgyhogy... Na, akkor mehetünk tovább. Ugye a kettes föld a tulajdonunkban van, tehát itt egyből tudunk már foglalkozni a terménnyel. És akkor, hogyha ide balra bemegyünk, akkor elméletileg ez lesz itt a fő tanya, úgymond. Elég kicsike a kapu, tehát nagy gépekkel elég érdekes, meg kamionnal beállni, de talán pont beférünk mindennel. Na, ez a házunk, tehát itt lehet aludni. Ugye, hogyha ide jövünk az ajtóhoz, akkor... De jelenleg nem vagyunk fáradtak, nagyon jó. És akkor elméletileg itt van a csirkeól, ez egy... Aha, tehát itt lehet venni csirkéket, meg kakast. És akkor ide ugyanúgy nekik ugye kell kaja, pia, meg... Tehát ide kell a víz. Gondolom ide kell nekik a mész, meg ide rakja majd ki a tojásokat, stb. Ez egy nyílt tartású szerintem, tehát ez egy ilyen nem téliesített, legalábbis ahogy én nézem. Itt jobbra van egy plac, ahol a kezdőgépeket elhelyezték, nem túlságosan, tehát én szerintem ez a géppark, amit itt az elején kaptunk, ez nagyon gyenge. Tehát nem mondanám túl soknak, úgyhogy biztos, hogy egyszerűbb fölvenni vagy kis kölcsönt, vagy valahogy máshogy megoldani a pénzügyeket, mert ezekkel a dolgokkal nagyon-nagyon nehezen lehet itt az elején boldogulni. Na ez itt viszont, ez sem gödör, nem tudom, akkor ide is csak gépekkel, vagy be lehet ide tárolni mondjuk a füvet, vagy a lucernát, vagy valami ilyesmi. Na itt adja ki a valószínűleg a tejet, ugye ez itt a teheneknek a épülete, és ugye nekik is ide kell berakni a sót, meg hát ugyanúgy ugye kell nekik teljes kaja, tehát TTK-t, teljes takarmánykeverék, ide is a sót kell, két helyre lehet a sót borítani. Ide kell a túloldalára a vizet hozni, és hát elméletileg ennyi, egészen nagy terület van itt a teheneknek. Megvásárolni pedig itt lehet őket, vagy hát nem tudom, hogy ugye lent az a sok állatkereskedő, az miben más, vagy miért jobb, de... Na és ez is érdekes, ugye, hogy nem season-ös a játék, vagy ez a map, tehát nem kell hozzá season-ös, és mégis olyan állatok vannak benne, ugye, hogy tényleg vagy több tejet ad, vagy hús, marha, tehát erre is odafigyeltek, hogy összességében azért van különbség az állatok között, nem mindegy ugye, hogy miért tartunk. Legalábbis egyelőre papíron. Úgyhogy... Na, hát ezt itt megnéztük, itt gépekkel még hátul elférünk, ott lehet őket ugye tárolni. És akkor megyünk lefele, lent az is szerintem ilyen lucerna tároló, meg ilyesmi, vagy akár gépeket is lehet. Na, és akkor ugye, hogyha lefele megyünk innen a, úgymond a dombról, akkor lent fogjuk megtalálni majd a sílókat, legalábbis ha minden igaz, ezen az úton kell lefele mennünk, meg a birkákat és a disznókat. Itt kapu is van, tehát kapu a kapun belül, ez meg ráadásul kifele nyílik. Na mondjuk ezt én nem tartom egy jó ötletnek, mert ez jobb lett volna sokkal, ha befele nyílik, bár lehet, hogy befele is lehet nyitni, de ez most kifele nyílt. Mert ugye a gépekkel nehezebb ide bejönni. Na és akkor egyből balra itt van az egyik síló. Tehát ugye itt is van egy mérleg, és akkor ide be lehet borítani, meg kiszedni azokat a dolgokat, amiket ugye learadtunk már. És ha tovább megyünk, akkor itt lejjebb is kell lennie. Egyébként ugye a legegyszerűbb, ugye, ha megnézzük, hogy mi van a tulajdonunkban, és elméletileg ugye van
van egy külön síló ugye a burgonyának, meg a cukorrépának, meg ugye van egy grain sílónk, ugye, amiben a szemes takarmányt tudjuk, vagyis hát a búzát, meg ilyen dolgokat tárolni. Sőt, van egy ilyen bunker sílónk is, amiben ugye szecskát, füvet lehet tartani. Van egy lucerna tárolónk is. Elég sok épületünk van, tehát eléggé tele van pakolva. Sima bunkerből is van egy rakatnyi. Tehát akkor ezek mind, amik le vannak helyezve, ezek ilyen vásárolható dolgok. Tehát ez mind jó hír, mert ugye el tudjuk akkor tárolni a dolgokat, nem kell külön szenvedni azzal, hogy mit hova rakjunk. Na és akkor itt tőlünk ugye balra ez a disznótelep, ide lehet megvenni. Na itt lehet ugratni, ez direkt ilyen ugrat. Egyébként nem tudom, miért vannak itt ezek a rámpák, tehát jó kérdés, érdekes. Na, akkor... Tehát ott is rámpa. Tehát ennyi rámpa, nem tudom minek. Na, itt ugyanúgy látjuk, ugye ide víz kell, meg oda is, az összes ilyen helyre vizet lehet bepakolni. Én érdekes, mert valahol ugye mutatja, hogy víz, valahova mutatja, hogy kell nekik mész, de igazándiból egyszerre mindent nem mutat. Tehát vagy ezt mutatja, vagy azt mutatja, mondjuk a disznóknak elvileg pont mészre nincsen szükségük. Van egy hátsó kapu, itt át lehet jönni akkor, keresztül az ólon, és ha minden igaz, ott lehet megvenni a disznókat. Tehát ugye azt ki is emeltek, hogy a disznóknak külön a leírásban nem kell mész, tehát nekik a sima alap kaja az, ami... És itt is van, meg tudjuk venni a disznókat. Itt is különböző nevűek vannak, tehát gondolom más... Hát hogy mondjam, valamelyik több hústad, vagy zsírosabb, vagy nem tudom, tehát valami hasonló. Úgyhogy... Itt is lehet válogatni, hogy éppen mi, melyiket. Vásároljuk meg éppen. Na nézzük fönt még a teheneket. Vagyis nem is a tehenek, a birkák vannak itt fönt. És szépen kerítéssel körbe van véve az egész terület, tehát olyan szinten el vagyunk vágva mindentől, mint az állat. Úgyhogy ide a tolvajok biztos, hogy nem tudnak bejutni, mert vagy betonkerítés van, vagy sima vaskerítés, de nem, minden el van zárva kapukkal, úgyhogy nem igazán tud ide bejutni senki. Eléggé védett területen vagyunk. Na itt vannak a birkák, és ez is érdekes, mert ugye ez ilyen húsbirka, van ami ilyen... Ez még oké, mert ugye ezt a gyapjúja miatt tartjuk, de viszont ez a breed milk, ez nem tudom, ez tehát én nem tudom, a birkák adnak tejet, nem igazán hiszem, szóval elég érdekes. És akkor a birkáknak ide ugyanúgy lehet hozni meszet, meg ugye van ott is, hogy víz kell nekik, stb. És gondolom van egy plac, ahova kipakolja a gyapjút. De ahogy elnézem, itt mivel van, tehát szerintem ide fogja kipakolni a gyapjút. Ez pedig, ugye hát itt a tej ikon, tehát végső soron akkor úgy néz ki, hogy mégis van itt a birkáknak, adnak tejet, nem tudom, hogy hogy. Általában én úgy tudtam, hogy a gyapjú miatt tartják a birkát, de ezek ilyen tejet adó birkák, úgyhogy... Na viszont nézzünk el akkor most már, nem tudom, hogy erről az oldalról szerintem itt sehol nincsen kijárat, tehát csak arra tudunk kimenni, ahol bejöttünk. A bolthoz akarok még mindenképpen elnézni, hogy az összes többi az csak valószínűleg sima eladási, átvevési pont, tehát nem kell külön semmi olyan helyre mennünk vásárolni, ahol ugye fehér vásárlópont lenne, mert egyedül a boltnál tudunk olyan dolgokat venni, amire szükségünk van. És hát a tároló helyek azok, amik ugye, ha még nincsenek is elhelyezve, el lehet helyezni, tehát tényleg be tudunk tárolni
például egy nagyobb mennyiségű vetőmagot veszünk, vagy műtrágyát, vagy bármit, akkor azt behozzuk, és akkor tudunk, azt tudjuk tárolni majd itt a tanyán, nem kell állandóan a bolthoz rohangálnunk. Na, szépen kijutottunk a főútra. Egyébként nagyon igényesen meg van csinálva, tehát tényleg az összes fa, tényleg tiszta hó, ugye a fű is, a bokrok is, az összes ilyen terület rohadt jól néz ki, nagyon hangulatos a térkép, nekem nagyon bejön. Még a sziklák is úgy meg vannak csinálva, hogy át van minden texturázva. És Seasons mod nélkül, szóval elég érdekes, mert ugye eddig ez csak a Seasons tudta. De hát itt az egészet alapból meg kellett úgy csinálni, hogy... És van ledli. Hát az egészet ugye meg kellett ilyen téli esre csinálni. Nem is nagyon tudom, hogy van-e ezen kívül még külön téli map, vagy téli pálya, ami kifejezetten erre állt így rá, hogy... Na, itt viszont kék a... Nem piros ez az ugrató. Na, itt a bolt... Nézzük meg ezt a ezeket a rakló, vagy zsákos dolgokat, ugye tehát ugye ez az öt tétel, mindegyikből veszünk egyet, mert kíváncsi vagyok, hogy hogy néznek ki. Úgyhogy kell egy tehénkaja, kell egy birkakaja, jöhet egy csirkekaja is, a lovaknak is veszünk. Meg hát veszünk ilyen, akkor só. Mondjuk azt, hogy ez só, de tudom, elég érdekes. Tehát ezek még okék, mert tényleg itt van, rajta van a... Most nincs bent az erős pista, nem tudom megemelni, de itt vannak ezek. Na, ezt nem tudom, tehát ezt mondjuk így meg lehet emelni. Tehát akkor ez 10 000 só, és akkor ezt így be lehet adni az állatoknak, és akkor ezt nyalogatják, vagy én nem tudom. Ezt földobjuk ide. Durván lekötözzük, ami szerintem semmit nem ér. Ja, és akkor ugye hát a legérdekesebb, hogy hát például a vetőgépnél ugye itt vannak az újak, ez az új három, amit lehet vetni, lucerna, a rye, a tef, úgyhogy azok ott vannak. És elméletileg ugye a pótkocsiknak is tudnia kell ezeket a dolgokat, tehát igen, az összes itt van, tehát a külön a kaja az állatoknak, ugye ez a lucerna átforgatott, megszárított, nem tudom, tehát ezek is itt vannak. És érdekes, mert és tudom, ott a takarmánygyűjtőnél. Aha, tehát van itt kettő fajta növény, amit pluszban lehet. Ez a fűkaszánál, hát füvet vág, az simán, akkor gondolom a lucernát is lehet vele vágni, legalábbis elméletileg kellene. Igen, a betakarítógépnél is itt vannak ezek. De lehet, hogy a lucernát nem is kaszával kell, hanem lehet, hogy a sima vágóasztallal kell. Igen, tehát akkor azt simán le kell aratni, és nem. Lehet, hogy akkor ezen a mapon nem is lehet kaszálni, az mondjuk érdekes. Mert akkor azt aratni kell. Na hát igen, ez a sótömb, ez nem igazán van itt rögzítve, úgyhogy ez itt kicsit ugrálni fog hátul, lehet, hogy ki is esik. Na és akkor errefele van, hát végül is ugye városi rész, mondjuk én itt most le fogok menni, mert ott rossz irányba jöttem. Ez egyébként egy... itt boltnak tűnik, és itt lehet eladni a tojást. Ez lenne a kék shop. Tehát itt veszi át a tojást, úgyhogy itt lehet eladni. Valószínűleg ott hátul van egy eladási pont. Itt ugye van a városban benzinkút is. Mennyi ilyen lassító van itt. Azt a mindenit. Na, hát viszont a 8-as földön valami érik. Ezt nézzük meg, hogy mi az, mert
Nem tudom, hogy a terményeknek. Ez itt szójabab, tehát ez, ennek nincsen külön textúrája, úgymond. Kicsit beletekerünk az időbe, hát ha megnő. De szerintem ez, ha beírik, akkor ugyanolyan. Aha. Tehát akkor ennek nincsen így a... Tehát nincsen rajta hó, meg semmi, ez simán akkor ugyanúgy le kell aratni, aztán viszont látásra. Gondolom, akkor itt ugye ezeket a havas fűbokrokat, vagy füvet nem igazán lehet lekaszálni, csak a lucerna van. Úgyhogy... ez elég érdekes. Na, itt egy ledli. És hát errefele akkor nem nagyon van már más, csak hát ott ugye ott is el lehet adni, van ugye a mill, tehát hogyha favágással akarunk foglalkozni, meg egyéb dolgok, a fűrészmarom, ugye sawmill chips, tehát itt ezeket el lehet pattintani, faprítékot, meg a rönkfát, a millhez gondolom ugye ezért lehet vinni. Érdekes, tehát például itt a millnél ugye ez egy ilyen elég jó kis átvevő pont, mutatja is oda a nyíl, hogy oda borítsd be. És akkor itt van egy ilyen gyár, elvileg ez ilyen digesztétet csinál, tehát ugye ilyen trágyát, úgyhogy el lehet adni. És itt is van az ikon, hogy ugye trágya meg... nem tudom, folyékony trágya, koszos víz, valami ilyesmi. Sőt, itt... szerintem ide szilázs, az ott valami körbála akar lenni, tehát hogy ide beveszi a... Ez ugye a... hol is vagyunk? Elméletileg a... Digestate Factory. Factory-nál vagyunk, tehát ide akkor beveszi, ugye hát a füvet, szénát, szalmát, de aha, meg ezeket a új növényeket is. Tehát itt elég sok mindent átvesz akkor. Meg a szilást is, tehát akkor fogadja a körbálát is, meg szerintem. Mondjuk itt érdekes, itt pont nincsen semmilyen ikon. Tehát ide akkor lehet, hogy semmit nem fogad. Bár trigger pont ott is van, tehát néhol föl van tüntetve, néhol nincs föl tüntetve. Itt egy kicsit a textúra. Tehát egybe is van csúszva. Ez nekem egyébként szilásnak tűnik, úgyhogy biztos, hogy ide azt kell hozni. Úgyhogy eléggé ilyen szempontból érdekes. Na, akkor... itt van egy garden. Ja, és akkor kellene ennek lennie a paradicsomosnak, meg hasonló, valószínűleg ez működik, vagy... Nem, ez itt csak ilyen dísznek tűnik nekem, Grain Trader. Hát itt lehet, hogy lehet venni egyébként vetőmagot, nem csak eladni, bár ez ugye sárga. Egy dolog érdekelne még engem, lehet, hogy például ugye a 12-es meg a 13-as az azért olyan, hogy oda kellene leraknunk a izékat? Én szerintem arra tudom, na, oda még fölfutok a 13-hoz. Tehát én arra tudok gondolni, hogy itt a 13-asra kell lerakni ezeket a nagy ugye paradicsom, meg ilyesmi zöldség, de jó, magasan van ez a... fel van ide emelve. Tehát ugye ezeket a... nem is tudom, hol volt, egyébnél volt talán? Igen, itt vannak, 180 ezer. Na jó, csináljunk egy kis pénzt, eladogatjuk a dolgainkat, és akkor... ugye meglátjuk, hogy mennyi az annyi.
Na, a kombányunk nem is volt. Igazság szerint most tök mindegy, a sílókat is eladhatjuk. Igen, volt benne valami cucc, ez üres volt. Na, és akkor mondjuk vegyük meg a 13-ast. Ugye ide nem ír semmit, hogy itt bármi lenne. Tehát akkor valószínűleg tartom, hogy ide kellene lerakni akár a kicsiket. Most a hozzáférés ez teljesen mindegy egyébként. Tehát akkor ide kell vizet hozni, ide kell trágyát. Víztöltés, trágyatöltés. És akkor ugye el is adja nekünk egyből itt a... Hát ez most jelenleg ugye paradicsom talán, vagy nem is tudom mit raktunk le. Igen, igen, paradicsom ágyás. És akkor ugye a nagyobb... Tehát például ugye ez 1500 hoz a grapevine. Jó, tehát... Most a paradicsomosba beleraktuk. Ez is... Atyagatya. Tehát ez is akkor, igen, tehát akkor végülis ezek a területek ezért vannak, hogy ide le tudjuk ezeket pakolni, és itt ugye akkor lehet ezekkel a dolgokkal foglalkozni. Ezt most eladjuk, meg ezt is. És akkor van még, például rakjunk le egy ilyen Field of Tomatoes-t. Tehát ez így pont ki van egyébként centízve, hogy... És nem tudom, hogy itt ha tekerjük az időt, az valamit, bármit is számít. Tehát ugye itt ki van jelölve a terület, és akkor ugyanígy ide kell hozni vizet meg trágyát. Na, és akkor ugye most már, tehát itt van ugye kijelölve a négy sarka ott a túloldalon, és akkor hát ez most így végül is, akkor ez itt írja is a térkép, hogy ez a... Hát pont nem ér semmi, csak ide tudunk ugrani. Na, Mikulás, látunk az égen. Na, és esik a hó, ez az egyik, vagy hát ez is egy érdekesség benne, hogy elméletek egy ilyen 6 órán keresztül esik a hó, és ugye utána viszont nem lesz hó, amit ugye el kellene túrnunk az utakról, vagy lapátolnunk, tehát végül is az eső van helyettesítve hóval, így annyira nem zavaró, nincsen vele plusz munkánk, viszont mégis azért esik a hó, és akkor az úgy jól néz ki. Ja, hát ez így magában semmit nem csinál, vagyis hát nem tudom, füvesedik. De növekszik, valami növekszik, de... Ez így elég érdekes. Mert írni nem ér semmit, ugye nem hoztunk se vizet, se tárgyát. Ennek ellenére valami növekszik a fű. A gaz. Egyébként... Egy ilyen traktornyomni helyt van kitaposva, tehát lehet, hogy itt kell amúgy hozni majd a... Oda kell beborítani ugye a trágyát, meg az egyéb dolgokat, a vizet. De jelenleg... Na és akkor megint esik a hó. Érdekes ez a hóesés, és rohadt jól néz ki szerintem. Hát ez tovább szerintem már így nem fog nőni magától, úgyhogy... Na, hát... igazság szerint egy elég érdekes mapról van szó, ugye mind a megoldások, mind a kinézete miatt. Tehát ugye az állattartás, az, hogy tiszta hó minden, ugye ez a lucerna, meg egyéb dolgok, ezek a elhelyezhető, nagyon sok elhelyezhető dolog van ugye a mapon, szóval... Eléggé érdekes, úgyhogy egy próbát mindenképpen megér, tehát szerintem érdemes kipróbálni. Már csak a hangulata miatt is, hogy ilyen szép téli map, főleg, hogy ugye Seasons nélkül is működik, nem kell a Seasons-el szenvedni.
És itt is van egy lebetonozott plasz, tehát például ide is le lehet rakni dolgokat, épületeket. Úgyhogy egyelőre egy hibát, egy textúra hiba volt ott, de ez tök mindegy, ez csak egymásba csúszás volt. Úgyhogy nem komoly, szerintem komoly problémák nincsenek a mapon, egyébként nem lenne fönt a modhubon, úgyhogy szerintem minden rendben van vele. Én nem tudom, hogy nektek hogy nyerte el a tetszéseteket, mert ugye érdekes, nagyon sokan szavaztak erre a mapra, hogy jó, most tudom, azt mondom, hogy 4 csillag körül jár. Lehet, hogy már közületek is sokan kipróbálták, én most néztem először ezt a mapot. Ha van róla véleményetek, vagy próbáltátok már, akkor kommentben nyugodtan le lehet írni. És szerintem érdemes kipróbálni ezt a mapot, lehet, hogy lesz egy live rajta. Viszont ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára. És hát ennyi lett volna ez a RDC FS19 rövidítésű mapnak a első látásra bemutatója. Úgyhogy nagyjából megnéztünk rajta szerintem mindent. Egészen kis kellemes map. Én még fogok rajta játszani, ez biztos. Még így a végére lebucskáztunk itt a jeges tóra, ki is esett a só, nagyon jó. Na hát ennyi lett volna akkor ez a videó. Legközelebb találkozunk, addig is szevasztok!